Szeptembertől már a megújult óvodai csoportszobát vehették birtokba a két gyerekek. A település önkormányzata anyagi támogatásával valósulhatott meg a felújítás, ami a festést, újra lambériázást, a parketta újracsiszolását és fényezését, valamint a régi bútorok restaurálását jelentette. Ezen kívül alapítványi segítséget is kaptak. A gyermekmosoly alapítványjal az óvoda szerzett be egy új kis bútort, és az Régi bútorokból, amiket még úgy gondoltak, hogy használni tudnak, azokat fölújítgattuk, kicsit rendbe tettük, és nagyon szépen lefestegettük, és nagyon szépen használják a gyerekek. A polgármester azt mondja, hogy mivel ez az egy kicsi intézményük van, mindent megtesznek, hogy az idejáró 21 gyermek jól érezze magát. Még nagyon jó lenne, hogyha az energia, a megújuló energiát is valahogy a pályázaton meg lehetne oldani, az nagy segítség lenne az önkormányzatnak, hiszen az áramfogyasztása, az energiafogyasztása ennek az épületnek azért nagyon magas. Addig is a következő projekt a tornaszoba felújítása lesz, amit szintén önkormányzati támogatással valósítanak majd meg.